Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, itt vidámságról van szó. Vagy lehet egy meghívás, egy ilyen ünnepség. De ő nem érzi jól magát, mert belülről valami őt betegíti. Az is lehet, hogy betegségről van szó. De kifele ezt nem akarja mutatni. A hármas szám itt azt jelenti, hogy vagy ti ketten terveztek közösen valamit, az lehet egy ilyen ünnepség, vagy egy harmadik személy hat rátok. A tízes szám jelez egy új kezdetet, egy új periódus kezdődik. És mit közöl veletek, azt mutatja itt ez a kártya, és szimbolizálja a reményeket. Újra a hármas szám, hogy ti ketten választatok egy közös utat, kiépítetek valamit, ebből megújulás lesz, vagy egy harmadik személy hat rátok. És a napi kártya, a csokis kártya itt az emlékekre utal. Emlékszel arra szép időre, tehát itt valami nosztalgikus lesz köztetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!